1960-61-ben szerettem volna már kiállítani, mert addigra annyi munkám jött össze, amit úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megmutatni. És akkor már két sorozaton dolgoztam, az egyik a külföldi utazások, az olaszországi Pompei utazás, meg a görögországi utazásnak a lecsapódása volt, és ezek addig is, ez egy komplett összefüggő darabok voltak, és alkalmasak mutatkoztak egy kiállításra. És hát nem kellettem, illetve az érdekesség az, hogy akkor volt a gondolatkiadónak egy olyan boltja, ahol volt egy fali újság méretű kiállító tér, és azt megkaptam. De kiraktam körülbelül 3 vagy 4 grafikát, és az jó napot. Viszont ezt érdekes módon látta egy olasz fiatalember, aki pszichológus volt ugyan, de a Napoletana étterem akkor nyílt, és ő az egyik szakács volt benne. És ez érdekelte a művészet, és látta ezeket a kirakaton keresztül a munkáimat. És egyszer csak megkeresett engem, és azt mondta, hogy ő akar nekem Olaszországba kiállítást csinálni. Aztán ez meg is történt. Elvitt egy ízét a hóna alatt egy csomó grafikát, én akkor szórtam, mindenkinek adtam, tetszik, vidd, szóval nem volt ennek semmi ilyen anyagi értéke számomra, sőt, örültem, hogy elviszik és nézik. És akkor csinált egy kiállítást Bolognában, egy grafikai galériában. Tehát ez az első önálló kiállításom, ezután a gondolatkiadó fali újságja után, az tulajdonképpen Bolognában egy rendes művészeti galériában volt, és ez aztán így folytatódott tovább. A Nemzetművésze, az tényben kérdezték, hogy kaptam-e már ilyet, és nem vettem észre, hogy kaptam volna, és aztán egyszer csak jött ez, hogy elfogadom-e. Persze, hogy elfogadom, egyrészt azért, mert nagyon megtisztelő, és az érdekessége a dolognak, hogy művészek adják, és nem pedig az állam, vagy valami hivatalos útvonalon kapja az ember. És ez nem változtatja meg a szemléletemet, ez maradok olyan, amilyen voltam, csak egy közösséghez bizonyos mértékig megerősítve tartozom, hát eddig is ahoda tartoztam.